Kijött a Cybertruck, és összecsapott az internet. A fanboyok fanboykodnak, az ellenzők elleneznek, és őszintén szólva, még nekem sincs kialakult álláspontom azzal a kapcsolatban, hogy mit kéne gondolnom erről az autóról. Egyfelől egy végletekig felesleges, túlzó batár, nincs rá szüksége a világnak, és teljességgel értelmetlen, értelmezhetetlen. Másfelől nagyjából egy óránál tudnám mondani azt, hogy miért lelkesítő és roppant érdekes, úgyhogy most ezeken a szempontokon fogunk végigmenni, szóval iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán már kezdünk is. A Szakel Metal elindította az új autóalkatrész webshopját, és ennek alkalmából készültek nektek egy kis promócióval. Ha az Amon Oliver produkciós kóddal regisztrálsz, nem csak extra kedvezményeket kaphatsz, de 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy Amon Oliver eSleep Swift bögrét, valamint egy Yaris kulcstartót kapsz ajándékba. És hogyha átléped a 30 000 forintot, akkor rádupláznak, két bögrét és két kulcstartót kaphatsz, részletek a leírásban. A Cybertruck megítélése főleg Európában azért rendkívül érdekes kérdés, mert mi ezt az autót itt Magyarországon magyar, de legalábbis európai szemben nézzük, és a mi útjainkon, a mi közegünkben ez teljességgel értelmezhetetlen. Viszont ahhoz, hogy megértsük a pick-upok jelentőségét és azt, hogy mekkorát vállalt Musk a Cybertruckkal, ahhoz ismernünk kell Amerika hozzáállását a The Pickup Truckhoz, tehát a platós kisterautóhoz, ami most már nem is annyira kicsi. A gyártók imádják, a vevők pedig még jobban. Csak tavaly 600 000 darab Ford F-150 ment el, és akkor még csak az F-150-ről beszélünk, a Ramről, a Chevyről, vagy például a Toyotáról, aki szintén nagyon ott van ebben a ligában, róluk még nem. A gyártók azért szeretik, mert a személyautós 10%-kal szemben egy-egy ilyen pickup truckon 25% a haszonkulcs, ami egy elképesztően magas érték, és jól mutatja ezt a léptéket, hogy 2019-ben egy 42 milliárd dolláros biznisz volt a pickup truck csak a Fordnak. És, hogy további hajmeresztő statisztikákat pufogtassak, 49 másodpercenként eladnak egy F-150-et az államokban. Nyilván ebbe beletartozik az is, hogy van masszírozós hűtött-fűtött üléssel felszerelt überluxi változat, meg van belőle fullfapados változat, amit tényleg a mesteremberek, ácsok, vízvezetékszerelők vásárolnak azért, hogy dolgozni tudjanak. Tehát ez az a lényeg, hogy mindenkit kiszolgálnak vele. Nagyon-nagyon népszerű az emberek között, és a gyártók is imádják őket nyomatni. Arról ugye nem beszélve, hogy mivel ez egy truck, nem személyautó, azért teljesen más adózási és környezetvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk. Elképesztően pörgeti a bizniszt, Detroit tulajdonképpen gennyesre keresi magát azzal, hogy ilyen alvázas masztodonokat csinál. És nem csoda, hogy Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, szemet vetett erre a szegmensre, úgyhogy ebbe a piaci és gazdasági közegbe és vásárlói közegbe érkezik meg a Cybertruck. Hasonlítsuk talán egy benzines F-150-hez, és most itt egy kicsit puskázni fogok, a Cybertruck 568 centi hosszú és 241 centi széles nyitott tükrökkel. Az F-150 viszont egy ilyen szuperkebb változatban, tehát a hosszú kabinnal, közepes platóval, 586 centi hosszú és 243 centi széles, tehát látható, hogy egy szűk 20-assal az F-150 még nagyobb is, mint a Cybertruck. Ezzel párhuzamosan a Cybertruck platója a 182x121 centi alapterületű, míg az F-150-nek ez a közepes platója, ami jár ehhez a szuperkebhez, mert ugye kérhető hozzá 8 lábas plató, ez csak a 6,5 lábas plató, az F-150 platója az 200x128 centis. Tehát nagyjából úgy képzelhetjük el ezt, minthogyha vennénk egy nagyméretű fülkével szerelt pick-upot, amire egy kisebb platót szerelnek. Nyilván itt nincs lehetőség olyan mértékű konfigurálásra, mint mondjuk egy F-150-nél, hiszen nem egy ilyen 1000 éves alvázas konstrukcióról beszélünk, hanem egy modern, ilyen monokokk és önhordó közti átmenettel rendelkező autóról a Cybertruck esetében, de ezt majd később mindjárt kifejtem. Tehát mintha megvennéd a nagy kabint egy F-150-hez, és kérnél hozzá egy kisebb platót,
Szerintem ez egy egész óvatosan céloz arra, hogy ez nem feltétlen a mesterembereknek lesz a pick-upja, hanem inkább azoknak, akik életstílus jelleggel vesznek ilyet, és mondjuk táborozni járnak mele, meg hasonlók. A Cybertruck emellett 1 tonnával terhelhető, és 4,9-et húz el, és hogyha mondjuk nem az F-150 benzines, hanem az F-150 teljesen elektromos, tehát lighting változatához hasonlítjuk, akkor még a platója sem annyira szégyelni való, hiszen az elektromos F-150 a lightingnak mindössze 170 cm hosszú a platója. Ez eddig remekül hangzik, most már tudjuk, hogy hol helyezkedik el méretosztályát tekintve, kik lesznek a főbb riválisok, de minden ígéret jött be. Sőt, nagyon-nagyon nagyokat ígértek, aminek jó része nem jött be. Musk pár hónapja kitért arra egy rádióinterjúban, hogy ezzel az autóval a saját sírjukat ásták meg, utalva arra, hogy pokolian túlvállalták magukat. Például eredetileg egy 800 km-es hatótávot ígértek, de ez maximum ilyen 510-520 km között alakul az amerikai mérési szabványok szerint. Lesz viszont egy range extender akkumulátor, tehát föltetsz egy rohadt nagy powerbanket a platóra, 16.000 dollárba kerül mellesleg, ezzel kitolható a hatótáv 750 km-re. Kisebb is lett az autó, 5%-kal összébb ment, és a dizájn is egy kicsit bénebb, ugye az első Cybertruck ehhez képest, a végleges változathoz képest az első prototípus mondhatni légies volt, kicsit kisebb volt az oldallemez, egy kicsit magasabban hordta a hasát, ettől olyan nyúlánkabb sportosabb benyomást keltett már, amennyire egy ilyen Trezor sportosabb látvány kelthet. Amúgy két ok képzelhető el a méretcsökkenés mögé, az egyik, hogy így befér egy szabványkonténerbe, elképzelhető, hogy világszintű forgalmazásban gondolkodnak, a másik pedig, hogy elfér nagy valószínűséggel a Tesla gyártósoron, vagyis egy modell miatt nem kell felépíteni egy új gyártósort, ez ilyen költségoptimalizálási szempontból nagyon-nagyon fontos. Szintén nem sikerült teljesíteni a vételára tett vállalásokat. A beharangozó szerint az alap hátsó kerekes Cybertruck 39.000 dollártól indult volna, ugye ezt mondták 4 éve, ez valamivel 14 millió forint alatti kezdőár, ami hát zseniális a méreteit és a képességeit tekintve, viszont 2024-re ezek a következőképpen alakulnak. Alap hátsókerekes 60.000, összkerekes 80.000, és a 843 lóerős összkerekes hárommotoros Cyberbeast, az pedig 100.000 dollárról indul. És a legolcsóbb csak 2025-ben jön, mert addigra fut fel a gyártás, viszont várnak rá 2 millióan, kérdés, hogy hányan mondják vissza. Ez ugye egy teljesen indokolt gyártói hozzáállás, ugye a gyártó ilyenkor arra appellál, hogy az early adopterek, tehát azok az emberek, akik elsőként akarnak ilyet birtokolni az elsők között, azok majd minden pénzt meg fognak érte adni, ezért először a drága modelleket dobják ki, hogy bizony költség csak el azt a pénzt, nincsenek olyan nagy csodák, Porsche Taycanból is először turbo volt, meg turbo, ez utána később jöttek az olcsóbb elektromos Porsche-k, amikor már a legizgatottabb vevők már bőven betáraztak belőle, és főleg elköltötték a nagy rakás pénzt. Aztán lehetett látni nagyon sok videót és felvételt a karosszéria illesztési hézagairól, valamint a beltéri elemek illesztéséről. A sajtó és a Tesla állítása szerint ezek természetesen pre-production modellek voltak, vagyis ilyen előszériás darabok. Állítólag, és itt megint csak a sajtóra lehet hagyatkozni, az amerikai szaksajtóra, az ügyfeleknek kiadott autók már rendben vannak, de tudjuk, hogy az Amerikában gyártott Tesláknak azért ezzel viszonylag nagy múltjuk van, ezekkel az összeszerelés és lendrienságokkal. Erről majd akkor tudunk nyilatkozni, hogyha kipróbáltunk egyet, mert feltett szándékom nyilván egy ilyen autót egyszer rendesen megmutatni. Szóval vannak itt visszás kérdések. Nagyon érdekes, hogy fog ez hatni arra, hogy az a leadott 2 millió előrendelés az majd most ettől kevesebb lesz, több lesz, mert nyilván majd páran csalódottak lesznek és visszamondják, páran eleve csak viccből regisztráltak rá, mert nem került sok pénzbe, és úgyis visszakapják a pénzt, ha visszamondják, és biztos lesznek sokan, akik majd most, amikor szépen elindul a hype vonat, most fognak felugrani, és még beleszállnak ebbe a kérdésbe. Amúgy a Tesla is törekszik arra, hogy ez egy utility truck legyen, tehát amit már ugye láttunk a korábbi F-150-ekben évekre visszamenőleg, hogy például legyenek rajta konnektor kimenetek, ezen is lesznek. Ők úgy hívják, hogy bidirectional charging, vagyis van outlet, tudsz rádugni kis gépeket, vagy ha elmész táborozni, rá tudsz dugni egy rádiót, egy hűtőt, egy akármit, hajtasz róla kis gépeket, tehát ez a pick-upokon évek óta visszatérő elem, és mivel ezeket olyan svájci bicskának használják, bizony indokolt is, a Tesla sem hagyhatta ki ezt az ígyszert. Aztán lehet még olyanokat is olvasni, hogy állítólag vízálló lesz a plató. Megkérdeztem egy pick-upokkal foglalkozó szakembert, aki azt mondta, hogy ez nem kifejezetten jellemző, főleg az ilyen zárható
platóknál nem megoldott az, hogy tökéletesen vízzáró legyen, akár alulról, akár felülről, tehát hogy a kerekek ne verjék be alulról a vizet, akár az eső ne essen be felülről. Na most állítólag itt is megoldott, nyilván valamilyen szabvány alapján, tehát hogyha bedobod a Dunába, akkor azért befogázni az ott hátul, de az biztos, hogy van rá egy ilyen elektromos takaró, tonneau, és ez elbír mellesleg több embert, ha rá akar állni, tehát hogy ezzel is számoltak, és hogy ez le tudja zárni az autó hátulját, ami szintén nagyon hasznos lehet. Ezen felül pedig nyilván a dizájn a legfontosabb kérdés. Na most nekem tetszik a pickup, a Ford Model TT óta, ugye ez egy T-modell volt, amire felheftöltek egy ilyen kis falemezt platónak, szóval hogy nagyjából a Ford Model TT óta ugyanúgy néznek ki az amerikai pickupok, mondjuk ki azért ez a fajta felhasználás nem is nagyon enged más karosszériaformát. Itt viszont a Cybertrucknál végre elszakadtak ettől, és bár ugye vannak egy kicsit ilyen kényszeredett megoldások az autón, például az a lankadt bálna péniszre emlékeztető két méteres ablaktörlő is olyan érdekesen mutat, aztán ott van a dash, tehát az autó műszerfalának a teteje, ami akkor, ahogy le tudsz rá szállni egy Antonovval. Maga a beltér is egy elég érdekes kérdés, hogy ez talán még letisztultabb, és még egyszerűbb, és még sivárabb, mint a többi Tesla, de hát nyilván a Tesla tudja, hogy az ő vásárlóinak ez kell, van benne egy disznó nagy kijelző, nyilván egy tökéletesre megcsinált szoftverrel, a Tesla talán ebbe a legerősebb jelenleg a piacon a hajtás hatékonyság mellett, hogy nagyon jó szoftvereket tudnak csinálni, teljesen áttervezték a Cybertrucknak és a Cybertruck funkcióinak, de a lényeg az, nekem tetszik, főleg azért, mert végre más és egyedi és üdítő, hogy ilyet más nem vállalt be. Ha még kellett is egy kicsit finomítani rajta amúgy a prototípushoz képest, tehát nyilvánvaló, hogy azt a lámpát ott elől így ebben a formában nem engedélyezték, így az egy ledes nappali menetfény lesz, és a valódi lámpatestek kicsit lejjebb vannak nagyjából a kerekek magasságában, és nagyon éles peremek határolják az autót, ugye ez a fajta rozsdamentes acél, amit használnak, ez nem enged domborítást, tehát ettől néz ki úgy, ahogy egy DeLorean és egy kotyogós kávéfőző szerelem gyereke, de szerintem király. A CV érték amúgy 0,33, van ennél jobb is, például a Rivian, van ennél rosszabb is, de érdekes, hogy ezzel a 0,33-as CV értékkel így nagyjából a Bugatti Chiron és a McLaren F1 közé érkezik a Cybertruck, ami nem egy annyira nagy csoda, mint így elsőre tűnik, ugye tudjuk, hogy a leszorító erő megtermelésével az ilyen szupersportautóknál együtt jár a CV érték növekedése is. De ettől függetlenül egyáltalán nem rossz értékről beszélünk, úgyhogy egy ilyen pattintott kovakő az egész forma. És nyilván más a technika is, tehát sokan gondolták, hogy ez majd biztos egy Tesla Model lesz, amire földobozolnak egy ilyen szép acélkaszni, de nem, és nyilván az alvász sem jöhetett szóba. Gigapress eljárást alkalmaztak, ugye 9000 tonnás prés technika, és ilyen préselt elemek, ből rakták össze az autónak úgymond a vázát, ezek nagyon-nagyon impresszívek, raktam be róla képeket, nézzétek meg, hogy tényleg az ember úgy rámeri bízni az életét, erre csavarozták föl a rozsdamentes acélpaneleket, amiknek amúgy szintén van statikai szerepe, tehát hogy kicsit vászszerkezett, kicsit önhordó, de az biztos, hogy eszméletlen erős, tehát az autó torziós merevsége konkrétan úgy, hogy akkora, mint egy toronyház, és nyitott hátul, nem zárt a kaszni, még úgy is jobb a torziós merevsége, mint egy 911-es Porsche-nak, amit tekintve, hogy nem egy ilyen lapos kis kapszula, azért elég disznó érték, az eddigi tesztek alapján még versenypályán kínozva sem nyöszörög annyira stabil. 3140 kiló, amiben nyilván szerepe van annak is, hogy 1,7 mm vastag ez a rozsdamentes acél, és ez a 3140 kiló abból a szempontból sok, hogy egy mezitlábas Ford F-150 megáll 2 tonna körül, hiszen alumínium kasznét használnak, ellenben a Ram TRX, ami szintén egy ilyen nagyon elborult pickup, mint a Cyberbeast, az meg mondjuk 2,7 tonna, tehát ahhoz képest meg annyira nem nehéz, főleg, hogy kikerüli, mint a pocsaját. Szó volt ugye arról, hogy mondjuk 45-ös Tommy Gunnal, ha rálőnek, vagy 9 mm-essel, ha rálőnek, azt a lemez megfogja. Nem gondolnám, hogy ennek ilyen biztonsági szerepe lenne, tehát hogy nem fogják ezt venni állam férfiak páncélautó helyett, mert az üveg az attól még hiába erős Gorilla Glass, attól azon még be fognak tudni lőni. Itt inkább az lehet nagyon hasznos, hogy nem kell úgy bánni az autóval, mint a hímes tojással. Tehát, hogyha a bunkó szomszédsávó rányitja az ajtót, amikor kiszáll, vagy mondjuk rádől egy fa a viharban, és hasonlók, akkor nem kell azonnal pánikba esnünk,
mert ezeket a kisebb sérüléseket nyom nélkül elviseli, de hát láthatatok nyilván olyan teszteket is, ahol kalapáccsal verték az autó oldalát, és nem horpad be. Amúgy, tudjátok, hogy hívja a Tesla ezt a fém ötvezetet? HFS, ami nagyon tudományosan hangzik, de nagyjából annyit jelent, hogy hard fucking steel. Baszott kemény acél. Biztonságos is lesz, ugye a Model S az egyik legbiztonságosabb szedán volt, amikor megjelent. Itt sem nagyon engednek ebből, videón lehet látni, ahogy neki küldtek 56 km per órával egy 1,4 tonnás ilyen tesztkártot, tehát tudjuk be ezt mondjuk egy szabvány Civicnek vagy Corollának, és nem hajlott meg a vászszerkezet, nem sérült a kaszni, a két oldalsó ajtót kellett lecserélni, és az autó komolyabb belső sérülések nélkül mehetett tovább, tehát hogy elég jó az ütéselnyelő képessége ennek a karosszéria szerkezetnek, amellett, hogy nagyjából lehetetlen felborítani. Tehát olyan vicces, tudjátok, mint a Model Y-ban, hogy amikor megborítják oldalra, és mint a Kejfej Jancsi így visszaáll a talpára, hát egész egyszerűen a benne lévő 123 kWh-nyi akkumulátor visszahúzza. Nyilván nyers acél színben érdemes rendelni az autót, de a Tesla ezen kívül még kínál két színt, az egyik a fekete, a másik az ezüst, és nagyon érdekes, ez nem fényezés, ez fólia, 2,2 millió forint a felára. Érdekes műszaki megoldások, van az autóban négy kerék kormányzás, de helyben nem tud fordulni, mint mondjuk a GMC vagy a Hummer EV, viszont a hátsó kerék kifejezetten nagyot, 10 fokot tér ki, ami azért jó, mert ez az 5,7 méteres batár akkora helyen fordul meg, mint egy Model S. És bevezették a steer-by-wire-t. Ugye nincs mechanikai kapcsolat a kormány és a kerekek között, hanem szenzorok vannak, szervomotorok vannak, force feedback van azért, hogy szimulálja neked a kormányérzést. Igen, tudom, ilyet már csinált az Infiniti, de ott volt egy mechanikus, úgymond backup abban az esetben, hogyha valami nagyon komoly dolog történne, akkor legyen mechanikai kapcsolat a kerékkel, viszont az ugye fizikailag ott volt, de erőt nem vitt, tehát na, itt most már fizikai kapcsolat sincs. Kell ettől félni? Én azt gondolom, hogy nem, mert azt hiszem talán a 8-as BMW V12-es változatában vezették be még 88-ban az elektronikus gázpedált. Nem nagyon hallottunk meg hibásodásokról, azóta szinte minden autóban az van. Aztán az ipar jó 10 éve tendál a brake-by-wire felé, tehát hogy ne legyen a fék pedál és a fék nyergek között se kapcsolat. Ez valószínűleg a következő lépés. Az utasszállító repülők nagyjából 30 éve szintén így repülnek, a nagy részük. Ott sincsenek problémák ezzel, tehát vélhetően megérett az ipar arra, hogy ezt meg tudjuk csinálni. De miért van rá szükség? Hát azért, mert meg lehet valósítani a tökéletes adaptív kormányzást. Kissebességnél a Cybertruck koppanástól koppanásig mindössze egy fordulat. Ellenben, hogyha kigyorsítasz autópályán, akkor ellustul a kormánymű annyira, hogyha tüsszentesz egyet az autópályán, és megrándul a kezed, akkor ne essél be az árokba, vagy ne temess magad alá egy iskolabuszt. Tehát van ebben potenciál a kisebességű manőverezésnél és a nagysebességű stabilitásnál egyértelműen. Minden redundáns, tényleg két szervomotor van benne a biztonság kedvéért, öt lóerős, mellesleg a kormányszervó, ami mozgatja a kerekeket, és a szenzorok, ahol igazán kritikus, ott triplán redundánsak. Tehát, hogyha két szenzor nem ért egyet valamiben, akkor van egy harmadik, ami segít dönteni a számítógépnek a beérkező jelek alapján, és ez az a módosítás, a steer-by-wire, ami magával hozta a másik komoly újítást, a 48 voltos elektromos rendszert most. Nagyjából az 50-es évek közepén állt át az autóipar a 6 voltról a 12 voltra, ugye annyi új kiegészítő jelent meg az autókban, hogy egyszerűen szükség volt a feszültség növelésére, ugye a feszültség növelésével el lehet azt érni, hogy nem kell növelni a vezetékek keresztmetszetét, nem kell annyi réz az autó elektromos rendszerének a kiépítéséhez, ugye a réz az drága. Viszont azóta nem történt változás, de a még nagyobb igénye van az autónak, például az ilyen steer-by-wire rendszereknél. De azt ugye azért fontos tudni, hogy ez sem teljesen a Tesla újítása, ugyanis a különböző prémium autókban, például az Audi Q7-ben, meg a Porsche Cayenne-ben a mindenféle aktív futómű elemek ezt már 5-6-7 éve igényelték, viszont a Tesla most a Cybertruck-kal az autó teljes fedélzeti rendszerét átállítja erre a 48 voltra. Nyilván a steer-by-wire indokolta, de hogyha már megcsinálták, akkor elengedték a 12 voltos izzókat, meg az összes többi gezemicét, amit eddig így használtunk. És ha a nagyobb feszültségnél és a réz megspórolásánál tartunk, akkor nyilván ez indokolta a 800 voltos akkumulátor csomag és hajtáslánc beépítését is.
mert hát erő az van, de gazdagon. 123 kWh az akku, 250 kWh-val tölthető, tehát nagyjából, mint mondjuk egy kúrens modell lesz, 1366 darab 4680-as cella van az akkumulátor csomagban, ugye 46 mm átmérőjű, 80 mm-es magasság, ilyen brutálisan túldimenzionált góliát elemeket képzelj el, ezt a Tesla házon belül fejlesztette és házon belül gyártja, több energiát ad, jobban hűthető, könnyebben gyártható, mint hogyha a korábbi formátumokat nézzük. Az autóban három villanymotor van, egy az első tengelyen, kettő a hátsó tengelyen, állandó mágnes, tehát ritka földfém már csak az első motorban van, és a Cyberbeast, tehát a legpengébb változat az 845 lóerős. Az amerikai 0-ról 60 mérföldre gyorsulási mérésben ez 2,6 másodpercet tud. Brutális érték, de ne felejtsük el, hogy ezt rollouttal mérik, meg a 60 mérföld az eleve csak 97 km/h, biztosak lehetünk benne, hogy ez egy állóhelyzetből mért 0-100-nál, még az európai mérések szerint is bőven 3 másodperc alatt 100-on lesz ez a 3,1 tonna, az nagyjából olyan érzés lehet, mintha elgázolna egy tehervonat, amikor ez így hátba ver az ülésével. Aztán a Hegörti mérései szerint ezt 50%-os töltöttség alatt is stabilan tudja, de amikor 400 méteren mérésgélték az autót, 0,3 romlás csak akkor következett be a 400 méteres távon, amikor már 30% alá merült az akkumulátor, tehát hogy viszonylag stabilan ki tudja tartani ezt a teljesítményt. És ezek eddig csak számok és statisztikák, de 400 méteren agyonveri a 830 lóerős 4 motoros Rivian-t, úgy, hogy a Rivian-en utcai gumi volt a Cybertruck-on meg egy ilyen terepgumi, és agyonveri a három motoros 1000 lóerős Hummer EV-t, ennek majdnem egy másodpercet ad negyed mérföldön, az pokoli sok, tehát 10,9 és 11,8, elképesztő, tényleg. Főleg úgy, hogy a Hummer EV-ben több mint kétszer annyi, több mint 240 kWh-nyi akkumulátor van, és még így is lassabb, mint a nála, hát majdnem 150 lóerővel gyengébb Cybertruck, de ez megint csak azt bizonyítja, hogy a GM még egy villanyautót is el tud rontani. Volt ugye a videó, amikor legyorsultak vele egy Porsche-t úgy, hogy húzott egy Porsche-t, na most ez tök látványos, nagyon jó gag, nagyon jót mosolyogtam, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogyha a Cybertruckból a csúcsváltozatot hozták, a Cyberbeast-et, akkor illet volna a Porsche-ból is a Turbo S-t hozni, azzal azért egy picit más lett volna az eredmény. És most valószínűleg te is azon agyalsz, hogy mi a francnak egy ilyen pazarló, borzasztó rettenet, de igazából még csak nem is annyira pazarló. 18 és 35 kWh közti fogyasztást ad meg rá a gyár. Van egy netes kalkulátor, amiben a villanyautó fogyasztását át tudod számolni dízelre. Tehát, hogy mennyi gázolajat égetne el az adott jármű, hogyha ugyanezt a teljesítményt akarná leadni. Na most az jött ki, hogy a 3,1 tonnás 845 lóerős Tesla 4 liter gázolajat fogyasztana. Tehát, mint mondjuk egy TDI Golf. És mindez nem is feltétlen a Tesla érdeme, nyilván az övék is, hiszen ők nagyon sokat dolgoztak az elektromos hajtáslánc további hatékonyság növelésén, de ez úgy általában az elektromos hajtáslánc hatékonyságának az érdeme. Ugye egy dízelmotor, ha már eléri a 40%-ot hatásfok tekintetében, az egy kisebb csoda, tényleg az egy elképesztő dolog. Nagyon leegyszerűsítve, ilyen konyha fizikára lefordítva, hogy én is megértsem, ez olyan, hogy mondjuk 10 liter gázolajból, amit elégetsz, 4 liter mozgat ténylegesen téged, és a maradék 6 az fűti a környezetet, meg megtávozik zaj formájában. Ez nem nagyon jó. Ezzel szemben az elektromos hajtás, ahol mondjuk számolhatunk 85-90%-os hatékonysággal, ott elmondhatjuk, hogy 10 kWh-nyi áramból téged 8,5-9 az ténylegesen mozgat, vagyis ténylegesen az autót viszi. Vagyis, ha létezne egy olyan dízel, aminek a hatásfoka felér az elektromos autó hatékonyságához, akkor bizony egy Cybertruck az 4 liter gázolajjal közlekedne. A kalkulátor amúgy 1 liter dízelt 9,8 kWh-nak számol, tehát a Cybertruck 123 kWh-s aksiába annyi energia fér, mint amennyi 12,5 liter dízelben van. Abban az esetben, ha 100%-os hatásfokkal tudjuk elégetni, de mivel nem tudjuk, csak mivel legfeljebb 40%-on, ezért a gyakorlatban 31,25 liter dízelnek felel meg. És most lehet hozni amúgy a töltési veszteséget, az áramot valamilyen formában meg kell termelni, ott is van veszteség, de ne felejtsük el, hogy a kőolajat például szállítani kell,
A kőolajat sok hő felhasználásával meg kell főzni, hogy benzin legyen belőle, tehát a well-to-wheel érték az mindkét oldalon, mondjuk azt, hogy hagy némi kívánnivalót maga után. Mindezzel együtt amúgy egy felesleges, pazarló dög. De a Tesla nem egy olyan gyártó, aki csak ilyet gyárt, hanem ők ezt a rendkívül hatékony elektromos hajtásláncukat, ezt beleteszik polgári autókba is, ott van például a Tesla Model 3, aminek a 15 kWh-s fogyasztása a kalkulátor szerint nagyjából 1,5-2 liter dízelnek felel meg. Tehát nem kell neked feltétlen Cybertruckot venni, hogyha élvezni akarod ezt a hajtáshatékonyságot, mert bizony ez a technológia már korábban megvolt a polgári modelljeikben, ami minden esetre tök jó. Két kérdés visszhangzik mindenkiben. Az egyik, hogy jön Európába. Na most a Total Car legfrissebb híre alapján nem, mert egész egyszerűen a kaszni éleivel nem lehet mit kezdeni, nem lehet őket úgy megváltoztatni, hogy kiadják az európai törésbiztonságot, gyalogosvédelmi biztonságot. Változhat ez még azért, meg tudjuk, hogy a teherautókra más szabályok vonatkoznak, és simán lehet, hogy a Cybertruck is teherautóként érkezik majd hozzánk, ezt nem tudhatjuk. A másik kérdés pedig az, hogy vajon siker lesz-e, vagy tényleg az lesz, amit Musk mondott, hogy most megásta a saját sírját a Tesla. Ezt majd mondjuk egy év múlva mondjuk meg. Az biztos, hogy 2 millió ember lefoglalózta úgy, hogy nem nagyon tudott műszaki adatokat, csak látta, hogy hogy néz ki kívülről, és ez elég volt ahhoz, hogy rágerjedjen. Nyilván, ahogy azt beszéltük, biztos sokan visszamondták, biztos sokan majd csak most kapnak kedvet, de térjünk vissza erre a Cybertruck kérdésre egy év múlva, főleg, mert remélem, hogy addigra kipróbálhatjuk. Az viszont biztos, hogy lehet szeretni, vagy nem szeretni, de az biztos, hogy a technikája, az csodálatos. Írjátok le, hogy mit gondoltok, hogy a Cybertruck kéne, vagy esetleg inkább csak a Cybertruck ára, vagy inkább bennétek egy jó kis szívódízel mercit, aztán pedig iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk.